A 2018-as évben elért eredményekről, és persze a 2019-es tervekről beszélgetek két önkormányzati képviselővel, mind a ketten a szocialista frakció tagjai. Üdvözlöm a stúdióban Hevér László Györgyöt. Én is üdvözlök mindenkit. És Bicskei Bencét. Kezdjük talán a 2018-assal. Hevér László György többször számolt be olyan elképzelésekről, amelyeket szeretne megvalósítani, és aztán mindenféle kalamajka támadt. De ha jól tudom, akkor most ezek happy end-el érnek véget. Igen, átütöttük a falat. Hát ugye voltam már itt a stúdióban, szeretettel köszöntök mindenkit, és hát örömhírrel itt a stúdióban számolhatok be arról, hogy a születési támogatást fel tudtuk emelni 40 ezer forintra, úgyhogy a jövő évben azt gondolom, hogy Zuglóban az új szülöttek éve lesz. Azt gondolom, hogy egy elég komoly emelést tudtunk, egy 10 ezer forintos emelést tudtunk végrehajtani, most már egyhangulag. Úgyhogy érdemes küzdeni, érdemes végigcsinálni a dolgokat, érdemes egyeztetni. Ez megtörtént. A zuglói rászorulók nyugdíjasok támogatását is sikerült elérni, hogy ez benne lesz a jövő évi... Illetve most már az idei évi. Igen, az idei évi, hát jövő évtől kezdve ezt a pályázatot is meg tudjuk oldani, mert a rendeletbe sikerült belefoglalni. Emellett pedig a fogyatékos embertársainknak állítottunk össze, már mint a frakciónk, az MSZP összefogás frakciója egy intézkedés csomagot. Megnézzük a zuglói közintézményeket, hogy mennyire teszünk eleget az uniós elvárásoknak az akadálymentesítés terén. A vakok és gyengéllátók Közép-Magyarországi Egyesületével egy kicsit még szorosabbra fűzzük a kapcsolatot, és az eddigi támogatást megmásfélszerezve az Őrsvezértéri szakrendelőben is tudunk gyógymasszást közösen az egyesülettel csinálni. Erre nagyon komoly igény mutatkozik itt a lakótelepen, úgyhogy hát ezzel próbáltunk ilyen módon kedveskedni az zuglóiaknak, és azt gondolom, hogy ezzel azokat a célokat, amiket kitűztünk magunk elé, én is kitűztem magam elé, azokat így maradéktalanul lehetett teljesíteni. Bicskei Bence kétfajta minőségében is tud tájékoztatást adni, hiszen nem csak önkormányzati képviselő, hanem az zuglói Cserepes Kft. Rendezvény szervező irodájának is a vezetője. Először épp ezért tőle kérdezem, hogy azok a hagyományos rendezvények, amelyeknek már lehet azt mondani, hogy gyökere van itt Zuglóban, folytatódnak-e 2019-ben is? Igen, köszönöm szépen a szót, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, igazából egy jó hírrel készültem, most az elmúlt két év tapasztalatai alapján bátran mondhatom, hogy ez egy jó hír, ugyanis elindult a harmadik zuglói tehetségkutatónak a programja, egész pontosan december 16-ától lehet jelentkezni, és április 6-án lesz majd a nagy rendezvény. Ez csak ez a két dátum, amit érdemes első körben megjegyezni. Nagyjából március közepe, március végéig lehet majd erre jelentkezni, ki mit tud jelleggel. Ezt már sokan ismerik, de azért gondoltam, elmondom, hogy nagyjából miről van szó. Tehát ki mit tud jelleggel lehet jelentkezni, ének, tánc, bármi, ki mit gondol. Lesz ilyen a tévékből már jól ismert tehetségkutatók mintájára a zsűri, értékes nyeremények lesznek, de ebben nem is nagyon szeretnék belemenni, mert szerintem ezt a több száz ezer jelentkező, ami az utóbbi években volt, szerintem ez önmagáért beszél. Úgyhogy igazából én azért jöttem ma be, hogy ezen a csatornán keresztül is szeretnék mindenkit elérni, illetve minél több fiatalt, hogy igenis jelentkezzenek, nagyon jó nyeremények lesznek, nagyon jó közösségi program. Illetve bátran mondhatom, hogy ebben igazából vesztesként nem lehet kikerülni, mert mindenki, aki részt vesz ebbe a programba, az csak nyerhet. Én nagyon örülök neki, hogy Zuglónak olyan önkormányzata van, ahol ilyen jellegű, újító jellegű rendezvények is megjelenhetnek, illetve nem csak hogy megjelenhetnek, hanem most már harmadik éve meg is rendezhetjük ezt mindenki nagy örömére, úgyhogy innen is szeretném megköszönni az önkormányzatnak. Ez kulturális tanácsnokként nekem nagyon fontos, hogy kicsit előre is lépjünk, ne csak mindig azokat a rendezvényeket erősítsük tovább, amik már megvannak. Úgyhogy én nagyon bizakodva tekintek előre 19-re, remélem, hogy még további hasonló innovatív rendezvényeket tudunk majd meg létrehozni a kerületbe. Beszéljünk még egy hagyományos rendezvényről, ez a Szociális Mikulás, amit ugyancsak már többször megrendeztek, ugye legutóbb 2018. decemberében.
gondolom, hogy 2019. decemberében hasonlóra számíthatnak majd a rászoló gyerekek. Igen, hát ezért is jó, hogy ketten ülünk itt a stúdióban, mert nem akarunk kasserolni tanácsnok urat, kollégámat, de Bence azt gondolom, hogy kivette a részét ennek a rendezvénynek a megszervezésében, és innen is köszönöm a Cserepes Kultúra és Nonprofit Kft-nek a segítséget. Én azt gondolom, hogy könyvbe lábadt a szemem, tehát most jutottunk el odáig, hogy ez a rendezvény nagyjából már a civil házat is kinőtte. Tehát gyakorlatilag Bence tud konkrétan számokat, de 100 boldog gyerek, sugárzó gyerek, örömittas, nagyon jó rendezvényen várták a Mikulást, és én azt gondolom, hogy ennél jobb egy óvodás apukának, hogy segíthetünk, de közben kultúrát is adunk a gyerekeknek, egy közösségi élményt, úgyhogy természetesen ugyanúgy, ahogy a gyermeknapi rendezvény, ugyanúgy a Mikulás is folytatódni fog a jövő évben, és hát a hagyományokat szeretjük bővíteni jövő évben idősügyi tanácsnokként a fiataloktól meg irigyelve a sikert, egy ilyen idős kimit tudott is szeretnénk majd összehozni, aztán remélem, hogy lesz hozzá forrás. Az idei évről szeretnénk átvinni összeget, mert az idei évben volt, csak én úgy szeretném, és ezt Bencével is egyeztettük, megcsinálni azt a rendezvényt, hogy professzionális legyen. Úgyhogy még van esetleg már konkrét időpont kitűzve, hogy Nem akarjuk, hogy összecsúszson a tehetségkutatóval, tehát lehet, hogy inkább az ősz elején, szeptember környékén lesz aktuális a rendezvény, de akkor majd úgy is jövök, és akkor majd úgy is hirdetem az igét, hogy természetesen Zugló TV-ben minden információnak fogunk helyet biztosítani. Most így még a tél kellős közepén azt gondolom, hogy érdemes egy kis népszerűséget szerezni a még mindig nyitva tartó jégpályának, amelyen továbbra is az eddigiek szerint zajlanak a programok. Igen, ingyenesen, tehát zuglóiaknak teljes mértékben ingyenes a pályahasználat, a korcsolyabérlés is adott, illetve az is ingyenes, ez nagyon fontos kiemelni. A rendező elv az az, hogy délután 4 óráig az iskolák, illetve a zuglói közintézmények, tehát jellemzően általános iskolák és gimnáziumok órarendi beosztás szerint használják a pályát, majd pedig délután 4 órától hétköznap este 7 hétvégén pedig este 8 óráig bárki a nagy közönség számára nyitva áll ez a lehetőség. Amit nagyon szépen köszönünk innen is a Városgazdálkodó ZRT-nek, hogy segítette ezt a pályát felállítani. Köszönöm szépen az információkat, és azt hiszem, hogy még nem késtünk le egy boldog új évet kívánós mondatról sem. Így van. Boldog új évet kívánunk minden kedves zuglói lakosnak. Köszönjük. Én is a magam részéről, bár víz van előttünk, de azt gondolom, hogy mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk, és azt gondolom, hogy majd akkor is mindenről, amiről tudunk, és sokat fogunk dolgozni, ígérjük, úgyhogy számíthatnak ránk, és mindenki vigyázzon magára, jó egészséget és boldog új évet. Köszönjük szépen! Köszönjük.